Amit most elmesélek, az nagyon régen történt. 80 évvel ezelőtt, vagy talán még. Nem, mindegy. Az a lényeg, hogy Mikulás. Mikulás előtt való nap, ugye 6-a előtt van, 5-e. 5-én a nővéremmel őrületes tempóba pucoltuk a cipőt, az aztán neki csizmája volt, azt is pucoltuk. Este kitettük a konyhaablakba, és izgatottan lefeküdtünk aludni. Másnap reggel, hogy mi történt, mentünk ki a konyhába, és az ablak tele volt virgáccsal. Csak virgács, csak virgács. A nővérem azonnal sírva fakadt, elkezdett zokogni, hogy ilyen rosszak voltunk. Én meg azt mondtam, gyerekek, megjött a Mikulás, ide nézzetek, micsoda csodálatos virgácsokat adott, és őrültem, boldog voltam. A szülők, akik ezt direkt ilyen cselből, meg pedagógiai szempontból csinálták, ott voltak, és azt mondták, gyertek, 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 menjünk át a szobába. És a szobaablakban ott volt a csokoládé Mikulás, a mindenféle földi jó. Én már nem beszélt. Kiugrottam a bőrömből, szegény nővérem, meg alig tudta abba hagyni a sírás, és szepekben mondta, hogy köszönöm, köszönöm. Hát ez a történet így történt, és én azóta is bármit kapok, legyen az virgács vagy csokoládé, én nagyon tudok neki örülni. Szegény nővérem meg mindig először a rosszat látja meg a dologban. Hát ez történt Mikulás hajnalán és reggelén.